arra kérdem, hogy sorolják fel az urak katasztrófa védelem részéről azokat, akik részt vettek a katasztrófa védelmi engedélyezési eljárásokban, amelyek a szomszéd működését és terjeszkedését engedélyezték. Névvel. Címmel. Abban az esetben, ha az állításaitól kiderül, hogy mégsem felelnek meg a valóságnak, az állítások az, hogy a szomszéd működése veszélytelen, a lakosságra nézve, úgy felelősségük személyesen őket fogja terhelni, tehát tudni szeretnénk, mik a felelősek már most. Ez mit okozhat? Jó esetben ez veszélyezteti a lakosságot, ha pedig bekövetkezik egy katasztrófa, mint ahogy egyébként például egy sima tárolásnál robbanás, akkor gyakorlatilag a bűncselekmény súlya ezeknek az embereknek az engedélyt kiadják egy tömeggyilkoséval egyenlő. Köszönjük szépen, tehát Magyarországon ugye a jogszabály is úgy szól, hogy nem személyek, nem szervezetek járnak el az engedélyezési eljárásban. Éppen ez egy iparbiztonsági hatóságként a Pest vármegyei katasztrófavédelmi igazgatóság, vízügyi hatóságként a fővárosi katasztrófavédelmi igazgatóság jár el, és szintén tűzvédelmi hatóságként a kiemelt beruházás. Az átlátszó szerkesztősége a Gödi Samsung gyár immár hatodjára megszervezett katasztrófavédelmi közmeghallgatásán járt. Felmerült ebben a folyamatban bármilyen szempontból, hogy a helyiek szeretnék ezt a bővítést. Mert ahogy én tapasztalom és ahogy hallom, önöknek ezt eddig sem sikerült megoldani, hogy például határértéken belül működjenek a már üzemelő egységek. Most önök fölbővítik a teljesítményt, valahogy mindenféle kibocsátási adat lényegesen meg fogja haladni az eddigieket, és már az eddigiek is hanyámos határérték fölött vannak, de egyébként meg folyamatosan megkésítik az itt élők életét. Na, ugyan az az állítása, hogy a gyárnak a kibocsátása, illetve a működése az határérték feletti hát a monitoring adatok szerint igen. Az zajadatok folyamatosan az határérték fölött vannak. Vannak megfelelő hatósági vizsgálatok. Megmondjátok, hogy mikor kell elhakítani, és akkor ti ott álltok, becsukjátok az ajtókat, és akkor kus van arra fél órára, de utána mi van? Most az ugye mindenkinek a szemébe. Most menjünk oda, hallgassuk meg! Nem megyünk, akkor most mérjük meg. Meg amikor reggel kimegyek futni, akkor mérjük meg. Meg nézzük meg, akkor föl kell a nap. Baszmus, nem látom a nap felkeltét, mert akkor a fényszennyezés van. A teltházas rendezvényen nem csupán Gödről, de más környező településekről is érkeztek helyi felháborodott lakosok. Az én kérdésem elsősorban a sződligeti erdők felé irányulna, ugye már kivitelezés alatt is van egy vízelvezető csatornázás, ami ugye a bicikliút melletti erdő területén menne végbe. Hogyan tudták megoldani ezt egy természetvédelmi területen, ahol nem tudom hány növényes állatfaj ezzel veszélybe kerülne. Hogyan lehetséges ez úgy, hogy a szűdligeti lakosoktól és a környező lakosoktól vesznek el területeket? Például én ott lakok nem messze, rendszeresen járok oda a kutyámmal sétálni. Illetve hogyan lehetséges az, hogy ez mind állami támogatással a mi adófizetői pénzünkből fog megvalósulni? Ott leszennék még, hogy természetesen a Mészáros és Mészáros Kft. Által. Tehát uram, erre írásban kap választ, megadja a címét, és természetesen... Jó néhányan ezelőtti biztonsági jelentés közmeghallgatásán megnyugtatva a gödi lakosokat, hogy ők csak ne aggódjanak amiatt, ami a levegőbe kerül a gödi Samsungtól, mert az a másik irányba megy. A másik irány tudják, hogy fót. A fót, az így van. A levegő megy, az fót. Felhívnám a figyelmet arra, hogy ez már rég nem csak Gödi, és ez már rég nem csak a Gödi Samsung. Itt van ebben a teremben az egész Budapest környéki akkumulátorövezet. Itt van Gödön kívül Szűdliget, Dunakeszi, Fót, itt van, vannak Csomádról, sőt még a 15. kerületből is, mert ez mindenki. Gyakorlatilag az egész Dunakanyar érintett lesz, van, aki még nem is tudja. Vásárlátóton kijelöltek újabb ipari területet. Gyakorlatilag az fog történni néhány éven belül, hogy a teljes Dunakanyar régióban is veszélyes anyagok futnak majd az utakon, tele lesz ilyen iparterületekkel az egész gyönyörű Dunakanyar. Kérjük, iratkozz fel a YouTube csatornánkra. És kövess minket Facebookon. Sziasztok!